Megérkezett Debrecenbe Tim Robbins. Az Oscar-díjas amerikai színész társulata ezen a héten kétszer is bemutatkozik a Civis városban. A Csokonai Nemzeti Színházba a Topsy Turvy, vagyis a Ramazuri című előadásukat hozták, amely egy kórus történetét meséli el. Tim Robbins úgy fogalmazott, a színház képes arra, hogy felemelje az embereket a szomorúságból. Hello. Tim Robbins társulatával a magyarra Ramazuri címre fordított előadással készül a színház kedvelőknek. A színdarab az emberek megosztottságát veszi gorcső alá. A darab rendezője szerint egyetlen pillanatnyi színház egy egész életre szóló gyógyítást, fejlődést tud hozni. Theater has the potential to lift people out of sadness. A színháznak lehetősége van arra, képes arra, hogy felemelje az embereket a szomorúságból. Theater has the ability to motivate people to be better citizens. Motiválni tudja az embereket arra, hogy jobb állampolgárok legyenek. And theater has the ability to inspire future generations. Illetve képes arra, hogy inspirálja a jövő generációit. Az Actors Gang produkciója kétszer, szerdán és csütörtökön este szórakoztatja majd a közönséget. Magyarországon csak Debrecenben mutatják be. A Csokonai Színház esetében ez több szempontból is unikális helyzetet teremt. Angol nyelven megy, ezzel is nyitva a külföldiek felé, hiszen eddig nagyon sok előadásunkat angolul feliratoztuk, most történik először, hogy angol nyelven van, természetesen magyar feliratozása. A világhírű színész tegnap érkezett meg Debrecenbe. A művész Papp László polgármester fogadta. A közelmúltban felújított Csokonai Teátrumról is szó esett, ami Tim Robbins szerint méltó helye lesz az Actors Gang társulatának. Debrecen nagy kulturális fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban, éppen a Covid nehéz időszakában, és ugye az a darab, amely majd most a Ramazuri címmel színpadra kerül itt Debrecenben, az pedig a Covid időszakában született, és a Covid nehézségei ihlették, egy picit így össze is kapcsolódik ez a két történet. Az Oscar-díjas színész ugyan nem szerepel a darabban, de az előadások után a nézők bátran feltehetik majd kérdéseiket.